Ez lesz a negyedik és egyben a befejező része a rojtok és a bojtokkal foglalkozó videónak. Persze már eltértünk az eredeti témától, de ez a nagyszerű abban, ahogyan Yahua működik, hogy bármiből ki lehet hozni nagyszerű dolgokat és hasznos dolgokat, hogyha az ő útmutatását követjük, és ezen az úton járunk, amelyet ő kijelöl számunkra, és a Ruach HaKodesh vezetésének átadjuk magunkat. Az utolsó bekezdés maradt hátra már csak, és ez így szól, hirtelen ennyi az, amit írni akartam. Legyen meg mindenben Elohim akarata. Én is azt mondom, hogy legyen meg az akarata. Tehelim 49-es, így szól, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én hatalmasságom, a te törvényed, keblem, közepette van. Ez az ő akarata. Ha azt akarjuk, hogy meglegyen az ő akarata, az nem a mondogatás, vagy a hit, vagy a filozófia. Az egész egyszerűen az, hogy az ő törvénye, ami szívünkben van, ami azt jelenti, hogy úgy fogunk élni. A nagyszerű Saul ugyanerről beszél a rómaiakhoz írt levélnek második fejezetében, ímé te Yahudimnak nevezted el, és a törvényre támaszkodol, és Elohimmel dicsekedel. Ismered az ő akaratát, választást tudsz tenni azok közt, melyek különböznek, mivel hogy a törvényből megtanítottál. Ugyanezt mondja Saul is, ismered az ő akaratát, mivel hogy a törvényből megtanítottál. A törvény az ő akarata, és ez maga Saul. És azt hiszed magadról, hogy te vakoknak vezetője, sötétségben levőknek világossága, mi a világosság, az előbb néztük meg, szövétnek a parancsolat, a tudomány világosság. Ezért mondja Saul, ő tudja, hogy a törvény az a lámpás, annak a tudása a világosság. Ezért mondja azt nekik, hogy a törvényben megtanítottál, azt hiszi, hogy ő a világosság, hogy tudja a törvényt. A balgatagok tanítója, ki a balgatag, aki nem ismeri a törvényt, vagy nem tartja meg? Kiskorúaknak mestere, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Azaz úgy élsz, ahogyan a törvény mutatja. A törvény maga az igazság. Erre túl sok példa van, de egy Yahukanon 17 nem rossz, szented meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Erről beszél itt Saul. A törvény maga az igazság, azaz ezek a Yahudim azt hitték, hogy ők azok, akik úgy élnek, ahogyan Yahua akarja, hiszen ők ismerték a törvényt, megtanítattak rá. A probléma pont az volt, amire felhívja Saul a figyelmüket. Aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Az a lényeg, hogy ők másnak ezt tanították, de nem úgy éltek. Aki azt hirdetett, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel, azaz arról beszélsz, azt tanítod másnak. A törvénynek megrontása által Elohimet gyalázod-e? Azaz azáltal, hogy te nem úgy élsz, csak azt mondod, azzal meggyalázod Elohimet. Mert Elohimnek neve miattatok káromoltatok a pogányok között, amint megvan írva. Azért, mert ők úgy néznek rátok, mint akik szentek, hiszen ők a nagy Yahudim, ők a nép, ők azok, akik a törvényt képviselik, ennek ellenére így élnek, ezáltal meggyalázzák a teremtő nevét és az ő törvényét. Hiszen nem úgy éltek, mint ahogy hirdették, és azt látják az emberek, a pogányok. Ugyanez a probléma a vallásokkal. Egy dolgot beszélnek, egy dolgot cselekednek. Mert használ ugyan a körülmetékedés. Nem azt mondja, hogy az haszontalan, vagy nem kell, nem? Azt mondja, hogy használ. Használ ugyan a körülmetékedés. Rómaiakhoz 2. Ez Saul. Ha a törvényt megtartod. De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. A körülmetéletlenség egy probléma ezek szerint. Ha a törvényt áthágod, olyan, mintha te is a népek közé tartoznál. A törvény a lényeg, nem a körülmetélkedés, de az nem azt jelenti, hogy nem kell megcsinálni a körülmetélkedést. A lényeg azonban ez, ismered az akaratát, mivel hogy a törvényből megtanítottál. Saul ugyanezt erősíti meg, hogy a törvény maga az ő akarata. Ahogyan azt láttuk, Tehelim Zsoltárok 40-es fejezet 8-as versben. Úgyhogy ha már itt tartunk, hogy legyen meg mindenben az akarata, akkor miért nem ott kezdjük, amit ő annak hív, az ő instrukcióit, a toráját, az az ő akarata.
Nem az, hogy mi filozofáljunk erről, vagy az érzelmeinkre hallgassunk, vagy a pásztorra, vagy az egyházra. Az, hogy mi az, amit ő mond. És ő egyértelművé tette mind a Tanákban, mind a Brit Hadasában, ahogyan láttuk, Saul révén. Ha már ennél a megújult szövetségnél tartunk, Máté 7-es fejezet 21-24-ig így szól a Masiák. Nem minden, aki ezt mondja nékem Adonai, Adonai, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Akkor ha ezt akarjuk cselekedni, akkor egész egyszerűen csak, mint ahogy ő is mondja, hogy legyen meg az ő akarata, ugyanezt akarja Jehusa is. Sokan mondják majd nékem a manapon, Adonai, Adonai. Nem a te nevedben profétáltunk ki? Profétálni nagyon jó. És nem a te nevedben űztünk ki ördögöket? Akár csak az ördögűzés. És ismerni az ő nevét. Nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben? Átkísérni az öreg nénit az utcán, adakozni, stb. Stb. Ajtóról ajtóra kobogtatni. Ez mind nagyszerű dolgok. Mit fog válaszolni? Vallást teszek majd néktek. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem. Ti gonosztevő. Miért? Mert a törvényeket nem tartották be. Gonosztevő az, aki gonosz dolgot cselekszik. A gonoszság, illetve ez a gonosztevő, ez az, aki gonoszságot cselekszik. Ez a gonoszság a nomia, a görög szó, melynek használata bűn, törvényszegés, tisztátalanság, igazságtalanság, igaztalanság, törvényszegés. Erről is volt már szó. Ez a törvény megszegését jelenti, ez a kifejezés. Törvény nélküli állapot. Szóval jobb, ha mindenki cselekszi az ő mennyei atyának az akaratát. Hiszen ez a lényeg. Mi az? A törvények. Zsoltárok 48-as, illetve az előbb láthattuk Saul rómaiakban szintén megerősíti ezt, ahogy ő is. Jehusa, valaki azért halljam tőle, hallja én tőlem a beszédeket, miket, mit tanított? Az, hogy hogyan kell a törvényeket megtartani. És cselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házat. A törvény az alap mindenhol. Ez után lehet elkezdeni beszélni filozófiákról, meg szeretetről, meg hitről, meg a többi dologról. Természetesen mindegyik szükséges és elengedhetetlen, azonban a törvény a szövetség alapja. Aki nem ismeri azt és nem az szerint él, az a gonosztevő, akiről ő vallást tesz majd, hogy sohasem ismerte őket. Mert nem cselekszik az akaratát az atyának. Mi az, hogy tartsa meg e beszédeket? Mik ezek a beszédek? Az instrukciók, a Tora. Úgyhogy ez lesz az ő akarata, ezt kellene, erre kellene törekedni, ez az, amit próbálok magyarázni, de hát ugye ez úgy tűnik, hogy ez a hülyeség teteje, értelmetlen ostobaság. Ezen túl vagyunk, és ez megváltozott, és a többi, és a többi. Szóval, amikor az ember az érzelmeire hallgat, és a filozófiáit ismételi, ahelyett sokkal egyszerűbb, hogyha megnézi, hogy mi az, amit az atya mond mindenről. Ha már arról beszélünk, hogy mi az, amit az atya akar, akkor Jesiáhu 42-es fejezet 20-22 szintén segítségünkre lehet. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvák, de nem hall. Ugye az ember olvasta ezerszer ezt a könyvet, figyelmeztették rá, próbálták magyarázni, ennek ellenére nem érti. Jahua igazságáért azt akarta, hogy a törvény naggyá teszi és dicsőségessé. Ez az ő akarata, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Akkor hogyan mondhatjuk azt, hogy ez átok, ez rabság, ezt eltörölte, megváltoztatta, ezt már nem kell csinálnunk, mert ezt nem lehet megtartani. Mikor azt mondja, hogy az igazságáért, a saját igazságáért azt akarja, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Nézzük tovább. Mert sem élet, sem halál nem tud elválasztani minket Elohim szeretetétől, ami van az Úr Jézusban, Adonai Jehusában. Nézzük meg, hogy mi az írás álláspontja ezzel kapcsolatban. Mi az, amit az Atya erről mond. És Jahu 59.1.3. Ímé nem oly rövid Jahu a keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Azaz, hogyha kéred, vissza tudsz hozzá térni. Miért? Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Elohimtől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Akkor ezek szerint csak van, ami elválaszthat minket tőle, mégpedig a bűn.
A bűn az, amikor az ember megszegi az ő parancsolatait. Ez a bűn. 1 Jahukanon 3:4 megmondja ezt. Úgyhogy az, hogy mi mit gondolunk, hogy mi választhat el a szeretetétől, meg mi nem, az egy dolog. A másik az, hogy mi az, amit ő mond. Ő pedig azt mondja, hogy a ti bűneitek, a törvény megszegése választ el titeket Jahuától, vagy a ti hatalmasságotoktól, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek. Azaz a bűntől elfordul, és nem hallgat meg. Úgyhogy ezek szerint csak van olyan dolog, ami elválaszthat minket tőle. Jesajáhu 64-es fejezet 5-6 így szól, és mi mindnyájan voltunk, mint a tisztátalan és megfertőztetett ruha, minden mi igazságaink. Elhervadánk, mint a falon mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordálnak el bennünket. Álnokság az bűn, vétek. Tisztátalanság szintén. 3 Mózes 11 többek közt az étkezési rendelkezések megmutatják, hogy mi a tisztátalan. Vaikra 3 Mózes 19-20, 18-19-20 fejezet szintén megmutatja, hogy mi a tisztátalan szexuális gyakorlatok. Stb. Stb. Megfertőzted róla. Mi saját igazságaink azok, amelyek elhervadnak, hogy megyünk a saját fejünk után. Ami ugye Jeremiás 9-es fejezet, 18-as fejezet, 23-as fejezet szintén erről ír, hogy megy a saját feje után az ember, csinálja azt, ami szerinte jó, hogy ő hogy nem választhat el semmit tőle, hogy ő szeret mindenkit, hogy ő eltörölte a törvényt, stb. Stb. Ez az, ami az embert elpusztítja a végén. 6. S nem volt, aki segítségül hívta volna a nevedet. Akkor ezek szerint csak tudnunk kell a nevét annak érdekében, hogy segítségül tudjuk hívni. Aki felserkenne és beléd fogóznék, mert orcádat elrejtéd tőlük, és álnokságaimban minket megolvasztál. Az álnokság a bűn. Elrejti az orcáját tőlünk. Akkor ezek szerint csak nem igaz az, hogy nem tud semmi elválasztani tőle, hogyha elrejti az orcáját. A bűn az, ami elrejti az orcáját, az ő orcáját tőlünk, ami elválaszt tőle, ami elfedezi őt tőlünk. Miért? Mert ő nem fogja nézni a bűnt. A Ruach HaKodesh nem fog egy olyan templomban élni, ami tisztátalan, ami megfertőztetett, ami bűnös. Ez a kifejezés álnokság, vagy álnokságainkban, ez nem azt jelenti, amit mi ma erről gondolunk, hogy valami ármánykodó karakter, vagy valami ilyesmi. Ez a héber kifejezés evon, mely annyit tesz, hogy bűn. Egyszerűen gonoszság, bűnösség, bűn, vagy pedig büntetés valamilyen törvényszegés miatt. Hogyha megnézzük a héber káldeusi lexikont ezzel kapcsolatban, akkor ugyanezt találjuk. Valamiféle gonosz vagy bűnös tett, vagy cselekedet. Bűn. Ez igenis elválasztja tőlünk őt, úgyhogy érdemes megtudni, hogy mi a bűn. Ha van bűn, akkor kell, hogy legyen valamiféle értékrend, ami megmutatja, hogy mi az a bűn. Ezért jött a Mássiák, hogy megmutassa, hogy mi az, és hogyan kell élni a nélkül. Úgy értem, hogy bűn nélkül, természetesen. Az instrukciók szerint, hogyan él az, aki valóban szereti, aki nem csak mondogatja, hanem aki szereti is, és úgy is cselekszik. Ha már itt tartunk, hogy őt nem lehet elválasztani tőlünk, akkor nézzük meg, hogy Hosea 4-es fejezet 6-os vers hogy szól. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Visszatérünk arra, hogy nem kell annyira okosnak lenni. Ugye tudás nélkül való, hogy nem értik a szavát. Nyilván nem arról van szó, hogy matekból nem jók, vagy kémiából 2-es volt. Arról van szó, hogy nem ismeri azt, ami szerinte tudomány. Mi az, ami szerinte tudomány? Szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság. A törvény tudása az, amiről beszél. Mivel, hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged. Hogy papomnál légy. És mivel, hogy elfeledkeztél hatalmasságot, törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Akkor ezek szerint csak van olyan dolog, ami elválasztja őt tőlünk. Sőt, nem is az, hogy elválaszt, hanem ő megvet minket, mivel mi megvetjük az ő törvényt. Úgy tűnik, hogy ő ezt következetesen próbálja nekünk magyarázni, annak ellenére, hogy mindenki megtesz mindent, hogy ezt valahogy körbe tudja járni, vagy el tudja kerülni, de ezt nem lehet majd. Nem csak majd, ezt most sem lehet. Soha nem is lehet majd. Van egy szövetség, annak van egy rendszere, azt nekünk meg kell tanulni, és úgy kell cselekedni.
Minden más az egy bónusz. Akár élünk, akár halunk, Yahuwahé vagyunk. De ez természetesen, hogy így van. De mondom, a probléma az, hogy az, amit mi gondolunk, vagyis hát a legtöbb ember gondol, úgy tűnik, az egy ilyen filozófia, egy olyan idézőjebb Istenről, aki mindenkit szeret, ott ül fent a fehér szakállával, és nézegeti az embereket, és gyönyörködik abban, hogy mi megyünk a saját fejünk után, mint valami pásztor nélküli birkanyáj, és senki nem foglalkozik azzal, hogy mi az, amit ő mondott, de ő ennek ellenére szeret mindenkit, meg alig várja, hogy ezzel a rendetlen csoporttal ott ő majd örökké együtt legyen. Én úgy képzelem el, hogy ez egyáltalán nem így van. De a probléma nem is az, hogy én hogy képzelem el, hanem az, hogy mi az, amit ő mond, és a legtöbb ember hogy él. Ez a legnagyobb probléma, hogy sajnos a legtöbb ember még mindig az a pásztor nélküli birkanyáj formában van, hogy megy a saját feje után, van egyfajta elképzelése, de igazából még azt sem mondhatnám, hogy nem kutatja ezt, mert rengeteg ember kutatja. A probléma abból van szerintem, hogy nem tudunk, illetve a legtöbben nem tudnak elrugaszkodni attól, azoktól a tradícióktól, amelyeket magukkal hoznak a különböző emberektől, akikkel kapcsolatba kerültek, illetve a neveltetésük során. Azokat mindet el kellene felejteni, és megtanulni az egészet az alapoktól, a nulláról újra. Sokkal egyszerűbb lenne. Mintha próbáljuk ezt az új szisztémát olyan értelemben, hogy az új értelmünket vagy tudásunkat hozzáigazítani a régi berögzött tradíciókhoz. Mert akkor ugyanúgy csak egy ilyen torszülöttet fogunk létrehozni, mint amilyen már van rengeteg. Leginkább ugye a kereszténység, de rengeteg más verziója van ennek. A katolikus egyház, az iszlám, a judaizmus, ezek mind-mind ilyen torszülöttek ugyanebből a rendszerből. Egy a közös bennük, az, hogy a törvényeket egyik sem tartja meg, hanem csinált újakat magának, pluszokat, vagy teljesen elfelejtette. Ez a legnagyobb probléma. Pedig nézzük meg, hogy mi az, amit ő mond erről a törvényről. Jesiahu 51.4.5. Figyeljetek rám, én népem, és ha rám hallgassatok, én nemzetem. Tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek goyim megvilágosítására megalapítom. A törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom. Azt akarja valaki mondani nekem, hogy megalapította itt a törvényét, és aztán rájött, hogy nem tudja megtartani senki, hogy ő 3000 éven keresztül gyilkoltatott le mindenkit, és tudta mindvégig, hogy ezt nem lehet megtartani, hogy ez egy rabság, ez egy átok, hogy ezt lehetetlen megtartani, és ennek ellenére 3-4 ezer évet vár, és utána azt mondja magáról, hogy ő egy igazságos, és ezt mi elhisszük. Hogy lehet az, hogy ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg az emberek fejében? A probléma mindig az ember volt. A törvény soha nem volt probléma. Mindig az ember volt, és annak szíve az, ami a problémát okozta. Ő megalkotta a törvényt a népek megvilágosítására. Először elmondja a nemzetének, a nemzetét figyelmezteti, utána megmondja, hogy a népek megvilágosítására. Azaz akkor csak mindenkinek írta ezt a törvényt, hiszen a goyim az a népeket jelenti ez esetben, a többi népet. Ez a törvény világosít meg minket. Hogy lehet az, hogy idézet után idézet, és ennek ellenére még mindig a legtöbben azt magyarázzák, hogy ezt nem lehet megtartani, és ez el van törölve, és csak részei vannak meg, stb. Stb. Közel az igazságom, kijön szabadításom, és karjaim, népeket ítélek meg, goyim, engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket. Azok, akik értik, őt várták már akkor is. Hogy mindenkihez eljusson ez az üzenet. Ez a jó hír, ez a besorá, az evangélium. Hogy mindenkit elfogad, aki megtér, és az ő utasításait teljes szívéből, szeretetből és teljes erejéből csinálja. A másiák bizonyságtételének elfogadásával. Ez a jó hír. Ez az, amiről mindig is szó volt ebben a könyvben. Deberim 12. fejezet 28-32 így szól: vigyázz és hallgass meg mindezeket az igéket.
melyeket én parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod, ezek szerint jól lesz dolgod, ha meghallgatod, és vigyázol, azaz úgy élsz, és megcselekszed. Néked, nem csak neked, és a te gyermekeidek utánad mindörökké. Örökké így lesz, ha te így élsz, nem csak neked, a te családodnak is. Akkor hogy lehet az, hogy ez átalakult már a átokká, rabsággá, meg stb. Mivel, hogy azt cselekszed, micsodát, ami jó és igaz Jahuának, a te hatalmasságodnak személy előtt. Mi a jó, mi az igaz előtte? Az ő igéi, az a parancsolat, amit akkor adott, ami örökké ugyanaz lesz. Ha akkor jó volt, akkor miért van az, hogy most mi azt gondoljuk, hogy ez rossz? Mikor megmondta százszor, hogy ez jó, ez az igazság, így kéne élni az embernek. Ez egyszerű, nincs a tengeren túl, nincs az égben, nem kell sehova sem menned érte, a szívedben van benne, csak így kellene, hogy élj, és akkor jól lesz dolgod. Mindazt, amit én a mai napon parancsolok néked, megtartsátok, és azt szerint cselekedjetek, semmit ne tégy ahhoz, semmit el se vigy abból. Akkor hogy lehet az, hogy mi most azt mondogatjuk, hogy a rojt meg a bojt már nem fontos, mert már megváltozott. Mikor most mondja, hogy semmit ne tégy ahhoz, és el se vigy abból. Akkor ez vagy hozzá, vagy benne van, vagy nincs benne. Vagy elveszem, vagy nem veszem el. Vagy eltörlöm, vagy megváltoztatom, vagy betöltöm, vagy nem. Megmondja, hogy mi van. Elmondja, hogy hogy kellene élni. Az, hogy ki mit filozofál ezek után, annak nincsen jelentőség. Ugye megnéztük, hogy mi az, ami el tud választani Elohim szeretetétől. Elohim szeretetétől nem tud elválasztani senkit. Nézzük meg, hogy mi Elohim szeretete. Szó szerint le van írva a brit házasában, az új szövetségben, hogy mi Elohim szeretete. Egy Yahu kanon 5. Így van. Mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Második vers, abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, hogyha Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Kétszer leírja, hogy ne legyen félreértés, hogy megértse mindenki, hogy az szereti őt, aki megtartja az ő parancsolatait. Abból nem lehet elvenni, nem lehet hozzáadni. Ez jó, ez az igazság, ez az, ami életet ad, ami gyümölcsözővé tesz, ez az, ami eljutott a királyságba, ez az, ami közel tart hozzá. Mi az, amit még kell tennie, hogy megértesse az emberekkel, hogy ez az, amit ő akar. Ha leugrunk a 18-as verse, ugyanitt az így szól. Tudjuk, hogy valaki Elohimtől született, az nem vétkezik. Ugyanitt János első levelében a 3-as fejezet, 4-es vers leírja, hogy a bűn, törvénytelenség, a bűn, az egy és ugyanaz. Aki megszegi a törvényeket, az az, aki vétkezik, aki bűnt követel. Aki Elohimtől született, az nem követel bűnt. Mi a bűn? A törvény megszegése. Akkor kell, hogy legyen valami, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Hanem aki Elohimtől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Mi a gonosz? A törvény megszegése, az ellenség. Az ellenség az, aki azt mondja, hogy ezt nem kell, ez már nem fontos, ez rabság, ez a része eltöröltetett, ez betöltötte, az egy átok, stb. Stb. Ő az, aki ezt a részét intéz. Az egész világ gonoszságban vesztegel. Az egész világ körülöttünk azt magyarázza, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ő elfogad így is, úgy is. Jézus eljött, eltörölt a törvényt, ő mindenkit szeret, és majd a végén a keblére fog ölelni. Az biztos, hogy így lesz. Csak az nem biztos, hogy az a királyság az lesz, amire mindenki számít. Az biztos, hogy a körszakállas, hosszúhajú, fehér karakter mindenkit a keblére fog ölelni, aki most azt hirdeti, hogy a törvénynek vége van, az átok, az a rabság, és az betöltetett. Ez 1000%. A kérdés az, hogy vajon az megegyezik-e azzal a királysággal, ahova mindenki szeretne menni. Csodálatosan leírja a 20-as versben, de tudjuk, hogy Elohim fia eljött, és értelmet adott nékünk. Mi az értelem? Szövétnek a parancsolat, tudomány, világosság, életnek úta, tanító feddések. A tudomány, a tudás, az a fény a parancsolatoknak az ismerete. Értelmet adott nekünk, megmutatta, hogy hogyan kell élni. Értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat. Mi az igazság? Az ő törvénye, az ő instrukciója, az ő parancsolatai. Százszor megnéztük már ezt is. Értelmet adott, hogy megismerjük az igazat. És mi az igazban, az ő fiában, Jahusá HaMásiában vagyunk. Ez az igaz Elohim. És az örök élet. Eljött, megmutatta, hogy hogy kell, értelmet adott, hogy megértsük, hogy mi az, amit magyarázott, hogy az az igazság. Úgy kellene azt betölteni nekünk. Az a betölti azt jelenti, hogy úgy kellene járnunk, ahogyan ő járt. Ehhez adott értelmet nekünk Elohim fia. Hiszen aki
Elohimtől van, az nem vétkezik, az nem követel törvényszegést. Miért? Azért, mert ő értelmet adott, hogy megismerik az igazat, ami az ő szava, és az igazban az ő fiában vagyunk, hiszen ő volt maga a Tora, a szó. Ezért mi abban járunk. De nekem nem kell elhinnie senkinek ezt, hanem Tehelim 119-142 elmondja. Te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz. Nem ezt mondta, hogy értelmet ad, hogy megismerjük, mi az igaz. A te törvényed az igaz. És az igazság örökké. Úgyhogy akkor az még most is, hogyha örökké, ezért jött, hogy értelmet adjon, hogy megértsük, hogy hogyan kell abban járni. Olyan értelemben nyilván Jahuáé vagyunk, hogy ő az, aki ítéletet mond majd rajtunk. Azonban az, hogy az ő gyermekei vagyunk-e, az egy másik kérdés. Nekünk megvannak a kötelezettségeink, és az pedig az, hogy kifürkészük az ő szavát. Nem vagyunk mindannyian az övéi, és ez egyértelműen kiderül Jahukanon 8-as fejezet 43-tól 45-ig. Miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem hallgatjátok az én szómat? Mondja Jahusa. Ti az ördög atyától valók vagytok, akkor ezek szerint nem Jahuáé, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Mi volt az? Ó, hogy ezt nem kell megtartani, biztos nem azt mondta, meg lehet enni, nem fogsz meghalni, nem gáz. Nyugodtan csinálj, csak menj a saját fejed után, mint egy pásztor nélküli birka. Csinálj, amit akarsz, jó lesz az. Ez az ő kívánsága. Ez az, amit ő az embereknek suttog. Emberülő volt a kezdettől fogva. Miért? Az ő működése nyomán érkezett meg a halál az ember életébe. Addig nem halt volna, meg örökké élt volna. Így most meghal. És utána a cselekedetei alapján ki fog derülni, hogy megérdemli-e, hogy visszajusson oda a fához, ahonnan eljött, ahol lehetett volna, ha nem úgy viselkedett volna az ős atyánk tulajdonképpen, aki Ádám volt. Ez a feladat, hogy oda visszataláljunk, megkeressük az igazságot, ami az igazi atyánk igazsága, és abban éljünk. Azonban van egy csapat, aki nem tőle való, hanem egy másik atyától, aki azt mondja mindenkinek, hogy ezt már nem kell megcsinálni, ez átok, ez rabság, ezt eltörölte, ezt megváltoztatta, ezt betöltötte. Nem állott meg az igazságban. Most néztük meg, hogy mi az igazság. Már még egyszer nem fogom megmutatni, mert már lehet, hogy elege van belőle mindenkinek. A te törvényed az igazság, és ez örökké igazság. Ez Tehelim, Zsoltárok 119-142, de ezen kívül még számtalan más helyen ezt megtalálhatjátok. 119-30-34, 119-152, megnézhetitek Zsoltárok 48-ast, és a többi, és a többi. Mindig ugyanaz lesz. Az ő törvénye, az ő instrukciója, a Tóra az igazság. Azonban az ellenség nem áll meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, mi a hazugság? Az, hogy ezt nem kell megtartani, ez ostobaság, ezt eltörölte, ezt betöltötte, ezt már ezzel nem kell foglalkozni, mindenkit szeret, mindenkit elfogad, mindenki tőle van. Ezek a hazugságok. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Ti azonban, mivel hogy én igazságot szólok, nem hisztek nékem, mert ti tőle vagytok. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy ezek az emberek, vagy bárki pokolra fog kerülni, vagy ő az ördög, vagy ő az ördögtől való. Én csak azt akarom bemutatni ezekkel, hogy természetesen el kell fogadnunk a Mashiach áldozatát. Nem tudunk a cselekedeteinkből megigazulni. Én ezt is pontosan értem. A kérdés azonban az, hogy amennyiben elfogadjuk a Mashiach áldozatát, és a Ruach HaKodesh vezetését, akkor automatikusan erre az útra fogunk orientálódni, hiszen meg fogjuk érteni belül a szívünkben, hiszen oda költözik a ruák, hogy a mi feladatunk az, hogy úgy éljünk, ahogyan azt az atyánk eltervezte nekünk. Ez a mi feladatunk a világban. Úgy aztán egyrészt örömet tudunk okozni neki, hiszen látni fogja, hogy vannak engedelmes gyermekei, másrészt el fogunk jutni hozzá a végén vissza a kertbe. Harmadrészt világosság tudunk lenni a többi embernek, hiszen látni fogják, hogy ez egy másfajta ember, ez egy másfajta úton jár. És talán, ha az atya is úgy akarja, fel tudjuk ébreszteni azokat, akiket szeretünk, akik fontosak számunkra, és akárki más még amellett. De ennek megvannak a lépései. Nem élhetünk úgy, mint a világ, és hirdethetjük azt, hogy mi különlegesek vagyunk. Vagy másképp élünk, és a cselekedeteink megmutatják, vagy beszélhetünk, amennyit akarunk
úgyis mindig az lesz, hogy ó, de a keresztények is így, meg úgy, meg amúgy. És teljesen jogosan így van. Vagy elfogadjuk mindazt, amit ő előírt számunkra, az elsőtől az utolsó betűig. Nem teszünk hozzá, nem veszünk el belőle, és akkor ő elfogad minket, vagy pedig elindulunk egy olyan úton, ami egyáltalán nem biztos, hogy oda fog vezetni, ahova mi szeretnénk kerülni majd a végén. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!